A közlekedési mérnök, aki igazságügyi közlekedési szakértőként is tevékenykedik, a KRESZ szabályainak az elmúlt tíz évben történt változásairól beszélt tájékoztatójában, melyre a reméltnél jóval kevesebben csak néhányan voltak kíváncsiak. Ócsa István hangsúlyozta, hogy hazánkban 2010-ben módosultak legutóbb jelentősen, 69 pontban a közlekedési szabályok akkor az Európai Unió tagországainak jogharmonizációjához hozzájárulva új táblák és új fogalma kerültek bevezetésre. Itt újként szeretném elmondani, új szabályként a gyerekek védelmébe. Régről is ismerjük a gyermekek veszélyre figyelmeztető jelzőtáblát, most teljesen új értelmet kapott. Ha ilyen táblát látunk, a táblától a konkrét veszélyig, vagy ha alatt a kiegészítő táblán nagyobb távolságot mutatnak, akkor legfeljebb 30 km per óra sebességgel szabad közlekedni. Erre még a magyar rendőrök nem nagyon haraptak rá, de külföldön már igen jelentős bírságokat lehet. A másik ugye a környezetvédelmi zónák kijelölése. Magyarországon még nem, illetve Budapesten a vár környékén van ilyen, de külföldön. Németországban mintegy 60 nagyobb terület van, de franciáknál, Belgiumban, Ausztriában, cseheknél az idén fogják bevezetni, és környezetvédelmi matrica nélkül igen jelentős büntetésekre számíthat az illető. Mielőtt külföldi útnak indulunk, emelte ki a szakember, nem állt előre tájékozódni arról, hogy a felkeresni kívánt településeken találhatók-e környezetvédelmi zónák, mert az autókra és a motorkerékpárokra ragasztható matricák csak itthon szerezhetők be, a kiváltásukat lehetővé tévő okmányok bemutatásával.